Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, és egy szívemnek nagyon kedves, rég látott vendégül velem szemben, Pabesic Virág régész. Szervusz! Szervusz! Régen találkoztunk, igen. Nagy döntés előtt álltál, ahogy elmentél Szentendréről a Nagy Molinóra ki is kerültél, tehát többször szembe jöttél velem. Egy kicsit beszéljünk erről, hát ez milyen érzés volt, hogy ugye a szülővárosodban. Úgyhogy én saját magamat nem láttam a Nagy Molinókon, csak hát a közösségi médiából láttam, hogy a barátaim meg a szüleim ugye a szelfiket készítették ezzel a plakáttal. Úgyhogy az nagyon érdekes volt Kairóból ezt így átélni, hogy más emberek 10 méteres plakátokat nézegetik rólam. Ez így nem szerepelt a terveim között, de jó érzés volt persze, igen. A fotó, ami kikerült, tetszett magadról? Igen, tetszett. Hú, ez miért ritka, hogy egy nő ilyet elmondjon, igen. Nem? Szerintem nagyon jó, és meg kell mondanom, hogy az első fotó lett a legjobb, úgyhogy ez egy nagyon rövid fotózás volt, szerintem életem legrövidebb fotózása. Tehetséges volt a fotós. És jól sikerült, jó volt, igen. Az alany, ne viccelj. Amikor itt voltál legutóbb, egy másik stúdióban ültünk, de itt a TV Szentendrén, és nagyon nagy döntést hoztál meg, hiszen hosszú időre elutaztál. Mesélj egy kicsit nekünk erről, hogy pontosan hova, milyen felkérésnek tettél eleget, és mi történt ott veled. Ugye november 28-ára sikerült ezt a döntést meghozni, azért én nagyon sokat gondolkoztam ezen, megpályáztam egy doktori pozíciót, ami egy teljes finanszírozású doktori pozíció a Leideni és Löweni egyetemeknek a közös programján, viszont azért cserébe, hogy ez egy teljes finanszírozású program, ezért nekem ki kellett költözni Kairóba, és a kairói holland-belga intézetnek vagyok óraadó tanára, illetve doktorandusz kutatója. Úgyhogy itt az a megállapodás, hogy ugye 2-3 évig én kint vagyok, tanítok, segítem az ottani holland-belga intézetnek a működését, mint régész, és cserébe megírhatom a doktorimat ezen a programon, és a végén mind a két egyetemtől elvileg kapok el egy doktori címet, hogyha befejezem, de ugye ezt azért még ne ígérjük meg, még nagyon az elején tartunk. De rajta vagy, hiszen már 8 hónap távlatából beszélünk. Beszélj egy kicsit a kezdetekről nekünk. Mennyire volt nehéz például a lakhatást megoldani? Milyen körülmények között tudsz élni? Hogy érzed ott magad? Ez egy érdekes dolog, mert a legtöbb ember, aki kiköltözik mondjuk Kairóba, diplomáciában, vagy akár bármilyen NATO, vagy hasonló egységgel, akkor ott nekik mindent elintéznek. Tehát már úgy költöznek ki, hogy megvan a szolgálati lakás, már megvan a sofőr, már hozzák, viszik őket. Az én doktori pozíciómnak az volt az egyik feltétele, és ez benne volt a kiírásban is, hogy olyan valakit keresnek, aki elég talpra esett ahhoz, hogy ezt ő maga megoldja, mert hogy ők ezt nem fogják megoldani helyetted. Úgyhogy én úgy költöztem ki Kairóba, hogy tulajdonképpen az első estén volt szállásom, de tudtam, hogy másnaptól a bérletet kell keresni, és hogy valamit meg kell oldani. De nagyon nagy szerencsém volt, találtam egy nagyon jó brókert, és igazából 2 nap alatt beköltöztem az új lakásomba, nagyon hamar, abban a negyedben, ahol szerettem volna lakni. Ez ugye egy sziget a Níluson, ami tulajdonképpen az egyik diplomata negyede Kairónak, és itt találtam egy nagyon szép lakást, és nagyon hamar történt minden egyébként. Aztán persze a kezdetek az mindig, hát ez egy nehéz dolog egy új országban. Én már azért éltem egyszer Angliában, úgyhogy nem először váltok országot, és így azért azt kell mondanom, hogy egy kicsit talán egyszerűbb, de az egy megint egy másik szituáció, amikor Európán belül utazik az ember, lelkileg is egy más szituáció, mert tudom, hogy fölülök a fapados repülőre, és otthon vagyok, nem tudom, 3 óra alatt maximum, vagy akár kevesebb, bármikor, bármelyik hétvégén. Kairóból ugye azért nem tudok én minden hétvégén hazajönni, ha úgy adódik a dolog, úgyhogy sokkal, hát igen, magányosabb egy kicsit az ember az elején. Úgyhogy nem mondom, hogy nem volt sírás, rívás, meg fogaknak csikorgatása az első pár hónapban, de azt gondolom, hogy ez normális. És aztán mostanra ugye berendeztem úgy a lakást, meg az egész környezetemet, a napi rutinomat kialakítottam, a munkahelyemen is ugye most már sokkal magabiztosabb vagyok. Mindenki nagyon kedves, szóval azt el kell mondanom, hogy a hollandokkal és belgákkal dolgozni, az szerintem életem legjobb élménye. És hihetetlen aranyos mindenki, tényleg segítőkészek, úgyhogy így szépen lassan megnyugodtam, és az első fél év után ez a sok, ez szerintem elmúlt, és most már kifejezetten élvezem azt, hogy például a nappalimból nyílik egy terasz, ahonnan a Nílust bámulom minden este, kiülök a kis teámmal, és vízipipámmal, és szóval, hogy megvan ennek azért a hangulata,
ami miatt igazából régész lettem. Tehát ezt is tegyük hozzá, hogy ezek az esték ezt a hangulatot adják nekem vissza. Nagyon izgalmas ezt hallgatni, és nagyon jó hallani, hogy jól alakultak a dolgok, bár ebben biztos voltam, hogy mielőtt kimész, megoldod, mert talpra esett lány vagy. De egy régésznek kell ez a fajta talpra esettség, amivel rendelkezel egyébként? Én azt gondolom, hogy főleg, ha valaki külföldön akar dolgozni, főleg, hogyha közel-keleti országokban, akkor ez elengedhetetlen, főleg, ha nőként. Szóval... Mondhatni, több szempontból hátrányos helyzetben is úgy. Így is lehet mondani. Mert hogy a közeg, hogy tudsz beilleszkedni, hogy tudsz barátkozni például? Nehéz, főleg a helyiekkel, és azért azt kell mondanom, hogy Kairóban a külföldiek, én úgy látom eddig legalábbis, hogy azért eléggé el vagyunk szeparálva a helyiektől, ami nem jó, én ezt nem tartom jónak, de nagyon nehéz a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy ugye nem, azért ők, mondjuk egy egyiptomi lány, az nem feltétlenül jöhet el velem este meginni egy, akár egy limonádét, akárhol, kettesben csak velem. Nem biztos, hogy a szülei elengedik. Ha már férnél van, akkor nem biztos, hogy a férje elengedi. Vagy úgy egyáltalán, tehát ott azért nem úgy van, hogy most a babysitter átjön, és akkor vigyáz a gyerekekre, amíg én elmegyek koktélozni a barátnőmmel. Tehát azért ez már a nagyon-nagyon... hogy mondjam, nagyon gazdag embereknél talán így van Egyiptomban, de a nagy többségnél nem. Nyilván egy egészen más közegbe csöppentél. Mennyire tudsz kikapcsolódni például, mennyire találtad meg önmagad az adott helyen? Nekem nagyon jót tett az az életemben, hogy van rendszeresség. Uh-huh. Amíg utazó régész voltam, addig az egész életem hektikus volt. Ugye egy hátizsákból éltem, egyik országból a másikba utaztam, két expedíció között éppen ott voltam ahol, akkor is igyekeztem utazni, szóval én nagyon össze-vissza volt minden. Most, hogy van egy munkahelyem, van egy feladatom, van egy otthonom, ez adott egy rendszerességet az életembe, és Kairóban azért mindent meg lehet találni, ami a saját komfortod megteremtéséhez szükséges, szóval nem szenvedek hiányt gyakorlatilag semmiben. Jó, lehet, hogy nincs nokedli, de mondjuk ez legyen a legnagyobb baj. Már ettél nokedlit, mióta már ettem nokedlit tegnap. De nem is olyan régen értél haza, tehát hogy szinte elsőként a Szentendrei Média Központba jöttél így interjúra. Hány napja vagy itthon? Három, ez a harmadik napom. Na, és ebben már volt nokedli. Igen, természetesen. Úgyhogy, de például találtam egy olyan edzőtermet, ahol csak lányok edzhetnek, nem is engednek be férfiakat, még a recepcióról is kiküldik őket, hogyha véletlenül bejönnek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper hely. És ott tényleg mindenki ugye leveheti a csadort, leveheti a fájlat, és mindenki csak szabad, van egy gyerekek számára kialakított sarok, úgyhogy elhozhatják a gyerekeiket is, ha arról van szó, és akkor együtt, nem tudom, pilateszezünk, és jogázunk, és mindenki szabad, és jól érzi magát, és felszabadult, és nagyon jó közeg, és nagyon kedvesek az egyiptomi nők egyébként, hogyha van rá esély, hogy kapcsolatot teremtsen velük az ember. Egyébként több kutató ismerősöm van, akik ugye nagyon-nagyon sokat, nagyon monoton az életük. A régészekre valamelyest rá lehet ezt húzni, hogy monoton, de nyilván ott utazol is sok minden történik, de főként az agyadat használod, azért csak lefáradsz. Mennyire fontos neked, és mit adott az, hogy elkezdted a testedet edzeni? Téged is kikapcsol? Mert az említett barátaimnak nagyon nagy szükségük van arra, hogy edzenek, és hogy kijöjjenek abból a monotonitásból. A kutatásban az a nehéz, hogy nincs vége. Tehát nekem nem úgy van egy napom, hogy reggel 8-ra bemegyek a munkahelyemre, 4-kor hazamegyek, és akkor kikapcsolom az agyamat, és akkor utána csak, nem tudom, szabad időmmel foglalkozom, hanem a kutatás egész nap pörög rajta az embernek az agya. És tényleg így van, hogy kellenek ezek a pillanatok, amikor nem gondolok arra, hogy hú, még ezt a könyvet el kéne olvasni, hú, még ott mit olvastam, hú, még abban a levéltárba el kéne menni. És az edzés az valahogy nekem is ezt adja meg, hogy az a másfél-két óra, amíg az edzőteremben vagyok, addig semmi más, mert ugye annyit szenvedek, hogy nem is tudok másra gondolni. Úgyhogy akkor az nekem az én időm tulajdonképpen, amikor nem kell semmi mással foglalkozni. És a másik pedig az, hogy amikor kiköltöztem, azért elég sok stressz volt, minden furcsa, minden idegen. Akkor is, hogyha én már jártam Egyiptomban számtalanszor, a szigeten is nagyon sokszor laktam is, de mégis
azért az új közeg, ahhoz, hogy az ember megszokja, hogy otthonos legyen, hogy magabiztosan közlekedjek mondjuk Kairóban. Ugye az elején a nyelvet sem beszéltem, most már azért próbálkozom, nyelvtanfolyamokra járok, stb., de az elején nagyon kellett az a pár óra, amit csak magamra fordítottam. Beszéljünk egy kicsit a munkádról, amit én és a kedves televíziónézők is megérthetünk belőle, hogy konkrétan mivel foglalkozol, mit kutatsz most, és mit oktatsz? Szóval a Holland-Belga Intézetben a kurzus, amit én tartok, annak az a neve, hogy etikus régészet Egyiptomban. Tehát nehéz nekem mindig gondolkozni kell rajta, mert ugye angolul tanítok, és angolul van az egész kurzus leírás, és amikor magyarul megkérdezik, akkor mindig olyan nehéz elmagyarázni, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a leletanyagnak a tulajdonjogi kérdései, tehát például egy amerikai misszió feltár csodálatos szobrokat Egyiptomban, akkor ugye kinek a jogában áll azt a szobrot birtokolni, az az egyiptomiaké, az az amerikai múzeumé, az a misszióé, az a régészé, és ez ma már ugye ez elég jól le van szabályozva jogilag, de ennek nyilván például a történetéről nagyon sokat tanulunk, hogy mondjuk a Nefertiti szobor, ami ma a berlini múzeumban található, az mennyire etikus, hogy ez a berlini múzeumban található. Vagy például az, hogy hogyan dolgozunk együtt a helyiekkel. Ugye egy régész az mindig a helyi munkaerővel dolgozik együtt. Vajon mennyire etikus, hogy én olyan fizetést adok nekik, ami a helyi rátának megfelelő, miközben én nyugati pénzt viszek be az országba. És mondjuk itthon sokkal többet kellene nekik fizetni. Ehhez hasonló kérdések, amik a régészeket manapság nagyon foglalkoztatják, és nyilván a nyilvánosságot is nagyon foglalkoztatják, és ezek a kérdések azok, amiket először feltesznek amúgy egy régésznek. Ugyanakkor ez egy nehéz téma, főleg tanítás szempontjából, mert ugye ezekre nincs exakt válasz. Tehát nekem nem tisztem és feladatom megmondani az én diákjaimnak azt, hogy már pedig így is így kell dolgozni, és ez etikus. Hanem egyszerűen próbálok arra koncentrálni, hogy a szemináriumokon erről egyáltalán legyen egy diszkuszió, hogy erről beszéljünk, hogy amikor ő majd elkezdi a saját ásatását végezni Egyiptomban, vagy a saját bármilyen kutatásán, akkor egyáltalán ezek a gondolatok valahol itt a hátsó fertájon meglegyenek, hogy ne úgy dolgozzunk Egyiptomban, hogy erről soha nem gondolkoztunk. Hány diákkal foglalkozol? 16 diák volt a szemináriumon, ami szerintem egy ideális létszám egyébként, és én nagyon örülök, hogy nem ennél több. Uh-huh. Ha előadást tart az ember, az megint ugye más, mert ott odaállok, elmondom, amit akarok, másfél órán keresztül, aztán mindenki hazamegy. De egy szeminárium az tényleg arról szól, és ezt az én munkaadóim tényleg nagyon ellenőrzik is, hogy mi megbeszéljük a kérdéseket. Én nekem nem el kell mondani a diákoknak, hogy ők mit gondoljanak valamiről, hanem azt kell elérnem, hogy a megfelelő szakirodalom segítségével ők maguk feldolgozzák a kérdéseket, és ők maguk jussanak egy konklúzióra saját maguk számára. És ez egy teljesen más tanítási módszer, mint mondjuk, amivel én tanultam, úgyhogy az elején azért nem volt egyszerű, de itt nagyon fontos az, hogy a diáknak van véleménye. És néha egyébként egészen érdekes véleménye van, tényleg így van, és érdemes őket meghallgatni. Hány éves korosztállyal foglalkozol? 20-23 évesek, úgyhogy azért hát már jóval fiatalabb, mint én, sajnos. De ez már az a korosztály, akik nem az első éves egyetemisták, tehát nyilván már van egy megalapozott tudásuk, van köztük olyan, aki mesterképzésen van, tehát ő már tulajdonképpen egy diplomás ember. És az az érdekes, hogy nem mindenki régész, hanem van, aki közel-keleti tanulmányokról jön, tehát mondjuk arabisztikás, vagy nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik. Volt egy lány, aki nemzetközi joggal, és annak különösen a közel-keleti részével, emberjogokkal, stb. Foglalkozott. És arra próbáltam koncentrálni, hogy ezekben az etikus kérdésekben egyébként nagyon érdekesen lehetett kombinálni az ő érdeklődési területüket. Tehát például ez a hölgy, aki inkább a jogi kérdések érdekelték, őt például be lehetett arra állítani, hogy jó, akkor beszéljünk arról, hogy mondjuk az UNESCO-nak milyen nemzetközi jogi szabályozásai vannak a régészeti leletekkel kapcsolatban, vagy hogy ez hogyan alakult. Akkor a másik, akinek mondjuk inkább az arabisztika volt, állt közelebb hozzá, őt például arra kértem meg, hogy akkor ő vele arról beszélgessünk, hogy mondjuk az egyiptomi nemzeti identitásnak mennyiben része az egyiptológia. Tehát, hogy ma egy modern egyiptomi, az mennyire érzi magáénak a piramisokat vagy a múmiákat. Ez ugye nem annyira egyértelmű. Egy muszlim embernek nem feltétlenül az ókori Egyiptom az, amihez ő kapcsolódik.
és a történelmi oktatásukban is például az ókori Egyiptom az nem szerepel nagyobb mértékben, mint a mi oktatásunkban. Sokkal nagyobb mértékben szerepel az ő, tehát az arab hódítás utáni időszak, és effektíve sokkal többet tudnak arra az időszakról. Úgyhogy ezek mind érdekes kérdések, és én nagyon szeretem ezt a témát, és szerintem fontos erről beszélgetni, főleg a Közel-Keleten. Uh-huh. És így a kreatív gomb bekapcsolnál, hát hiszen arról beszélhetsz, amit szeretsz, azt így elmondtad, hogy mennyire fontos meghallgatnod a diákokat. Mennyire vannak egy-egy tanórán beszélgetések, amiből esetleg te is tanulsz, és egy új ötletet, egy új óraötletet ad neked, ahonnan megközelítheted az egész témát? Nekem nagyon sokat adott ez a kurzus, ugye eleve egyetemi tanárként, ez tényleg az első fél év szerintem mindenkinek úgy van, hogy minden órára, ha ez egy másfél órás szeminárium, arra én minimum 6-7 órát készülök. Uh-huh. Tehát nekem nem elég azt a szakirodalmat elolvasni, amit nekik kiadok, hanem azon kívül ugye még és sokkal mélyebb tudásra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán vezetni tudjam ennek a szemináriumnak az anyagát. Úgyhogy már eleve ebből nagyon sokat tanultam, hogy készülni kellett. És a diákokkal pedig tényleg, mivel mi tényleg beszélgetünk, tényleg egy diszkuszió van, ami nálam azért úgy szokott kinézni, hogy minden órán kapnak feladatokat, feladatokat, minden órán vannak videók, TED-es előadások, amiket megnézünk, rádióinterjúk, bármilyen dokumentumfilm, ami az adott témáról szól. Tehát sokszor mondjuk egy dokumentumfilm alapján dolgozunk fel egy adott témát, úgyhogy én próbálok kicsit ilyen multimédiás módon is hozzáállni ehhez, hogy tényleg különböző ingerek érjék őket különböző helyekről, és ne csak a könyvtárban üldögéljünk. Úgyhogy nagyon, nagyon sokat tanultam tőlük is. És hát főleg ezért, mert nem mindenki régész. Tehát uh-huh. ők egy teljesen más háttértudással érkeznek az én óráimra. Úgyhogy persze, sokat tanulok. Mekkora segítség az, hogy pedagógus szülő gyermeke vagy. Melyek kérsz tanácsot például anyukától? Egyébként kérek tanácsot anyukámtól. Ugye ő általános iskolai tanárnő, a Szent András általános iskolában. És már régebben is kértem tőle tanácsokat, nem csak amikor a tanteremben tanítottam, hanem amikor terepi régészeket képeztem. Ráadásul ott ugye voltak olyan problémáim is, hogy a terepi régészetben nagyon minden matematikai alapú. Uh-huh. Tehát rengeteg matematika, ezt mondjuk nem gondolná az ember, mert a régészetet bölcsészkaron tanítják, de mégis statisztika és különböző számítások, az ugye mind matematika terepen, ez mindennapos dolog. És amikor például méretarányosan tanítok valakit rajzolni, az szintiszta matematika, és ezzel voltak problémáim, például Egyiptomban van egy régész iskolám Heliopolisban, ahol egyiptomi diákokat tanítok, és azt tudni kell, hogy az egyiptomi közoktatás, nem a privát iskolák, de a közoktatásnak a színvonala, az sajnos elég alacsonyan van, uh-huh. és sokszor előfordul az, hogy mondjuk a Pitagorasz tételt el kéne magyaráznom, mert a Pitagorasz tételt egy régész minden nap használja, bármilyen meglepő, és a Pitagorasz tételről mondjuk egy 30 éves régész ott nem biztos, hogy hallott egész életében. Most ez nem az én tisztem, hogy valakinek a Pitagorasz tételt amúgy elmagyarázzam, de akkor ott ezt meg kellett oldani, és például ilyenekben anyukámnak a segítségét kértem, hogy hogyan lehet úgy elmagyarázni a Pitagorasz tételt, hogy én nem fogok háromszögekről, meg nem tudom mikről beszélni ott nyilván, mert akkor már megint nagyon messzire megyünk, uh-huh. és megint nem fogja érteni, hanem hogy ő általános iskolai tanárnőként hogyan magyarázná el a Pitagorasz tételt mondjuk egy 12 évesnek, és akkor ebben például segít. Meg hát nyilván azt gondolom, hogy én talán örököltem tőle valamit. Tehát talán van valami vénem a tanításhoz. És nagyon jó visszajelzéseket kaptam, szóval nem akarok szerénykedni. Nagyon szerették a diákok a kurzusomat, és nagyon meg voltak vele elégedve. Ugye, amint mondtam, a nyugat-európai egyetemek engem állandóan monitoroznak. Tehát ők ugye különböző, ők jönnek Brüsszelből, Gröningenből, Löwenből, Leidenből, különböző egyetemekről. És minden egyetem biztos akar lenni abban, hogy az a képzés, amit mi nyújtunk nekik Kairóban, az megfelelő színvonalú, hiszen ők ezért kreditet kapnak, ez az ő diplomájuknak a része. És ezért minden egyes kurzust, például az enyémet is folyamatosan monitorozzák. Tehát amikor én óratervet írtam mondjuk, azt nekem el kellett küldeni Gröningenbe, Brüsszelbe, Leidenbe, Löwenbe, stb. És ők azt mind véleményezik, úgyhogy itt aztán nem tudom hány professzor Európából véleményezi azt, hogy én mit tanítok etikus régészetből ezeknek a diákoknak. Úgyhogy sok fogás
kell ehhez. Igen. Nem unalmas az életed, az egészen ne. Biztos. Most sem csak pihenni értél haza Szentendrére, hiszen visszautazol majd Kairóba. Mi történik az itt töltött idő alatt, azon kívül, hogy eheted anyukád nokedliét, és pihenhetsz, találkozhatsz a barátokkal, dolgod is van itt, ugye? Igen, ugye a doktori témám, ez is szintén nehéz magyarul elmondani, de a kelet-közép-európai szerepvállalás az 1960-as évek UNESCO kampánya során. Ez nagyjából azt akarja, hogy az 1960-as években az UNESCO a nagy gátépítés miatt, ami Núbiában volt, meg át kellett költöztetni egy csomó templomot, meg kellett menteni egy csomó régészeti lelőhelyet, és fel kellett tárni, mielőtt a víz ugye elborította ezeket a területeket, és ezek az információk örökre elvesztek. Szóval az UNESCO szervezett egy ilyen hatalmas régészeti programot, amin különböző nemzetek vettek részt. Például részt vettek rajta magyarok is. Uh-huh. És én, ez mindig úgy van az egyiptológia történetében, hogy az egyiptológia története az nagyjából francia, angol vagy német perspektívából van megírva. Ebből Kelet-Közép-Európa, a csehek, a lengyelek, a szlovákok, a magyarok, stb. Általában kimaradnak, vagy csak nagyon széljegyzetben és lábjegyzetben vannak megemlítve. És az én doktorim azzal foglalkozik, hogy én a kelet-európai, kelet-közép-európai, bocsánat, perspektívából próbálom ezt a missziót megnézni. És ennek az alapja egy magyar ástás, akik 1964-ben egy 5 fős magyar expedíció lement Núbiába, és ásatást folytatott azon a területen. És amit én próbálok csinálni, az az, hogy most nyilván az összes publikációjuk után megyek, és megpróbálom a személyes oldalról megnézni az ő ásatásukat. Tehát például interjút készítek az egyik hölgyel, ő az egyetlen, aki még életben van a csapatból, és már megvan a kontakt, és megyek hozzá, és interjút készítek arról, hogy hogyan éltek, hogyan kaptak ástási engedélyt akkoriban Magyarországról, hogyan működtek együtt az UNESCO-val akkoriban, hogyan szervezték meg a munkájukat, honnan szerezték a munkásokat, hogyan dolgoztak együtt a helyi munkásokkal, mennyit fizettek nekik, milyenek voltak az életkörülmények, hogyan nézett ki egy napjuk, hol laktak. Ugye itt 64-ről beszélgetünk, tehát ez egy teljesen más sztori, mint amit mi csinálunk most. És ezek után pedig majd, mikor visszamegyek Egyiptomba, akkor az a tervem, hogy lemegyek délre, és megpróbálom megkeresni azokat a munkásokat, vagy azoknak a munkásoknak a családjait, akik velük dolgoztak, és velük is interjúkat készítek. És ezek az interjúk, és ezek a személyes dokumentumok és levéltári anyagok lesznek az alapjai annak, hogy összerakjam azt a képet, hogy valójában a kelet-közép-európai, és azon belül ennek a magyar missziónak a helyzete, az hogyan nézett ki a 60-as években az egyiptológia területén. Meddig maradt Szentendrén? Július 21-én utazom vissza Kairóba, úgyhogy nem sokáig sajnos. Amikor mi legelőször beszélgettünk egy stúdióbeszélgetés alkalmával, emlékszem, hogy azt mondtad, hogy a polcról levettél egy könyvet, és az volt az, ami megragadott téged, és aminek köszönheted tulajdonképpen, hogy ma itt ülünk és a régészetről beszélünk. Megbántad, hogy így alakult, vagy úgy érzed, hogy a helyeden vagy, és hogy nem volt véletlen az a könyvválasztás akkor? Semmi sem véletlen, sőt, ezt tovább fűzöm ezt a történetet. A doktori témámhoz az egyik könyv, amit kifejezetten használok, azt még egyetemista koromban teljesen véletlenül egy antikváriumban vásároltam, mert érdekesnek találtam a címet, és később derült ki, hogy a könyvnek a végén személyes feljegyzések vannak ettől az expedíciótól, ettől a magyar expedíciótól. És ezt a személyes feljegyzést egyébként sehol máshol nem is adták ki. Uh-huh. És ma ez képzi tulajdonképpen a kiinduló pontját a doktorimnak. Úgyhogy ez teljesen, nem hiszem, hogy teljesen véletlen, és nem hiszem, hogy a sors így irányítja a dolgokat. Úgyhogy bár vannak nehézségek, és nem akarom titkolni, hogy azért nem minden rózsás nyilván, amikor az ember Kairóban él egyedül, de azért abban bízom, hogy én a helyemen vagyok, a vágányom vagyok, amin kell lennem, és hogy ennek megvan a célja, és hogy el fogom érni azt a pontot, ahova nekem el kell jutnom. Egy utolsó kérdés. Nagyon szeretem a határozott, céltudatos nőket, és nagyon jó látni, hogy ha küzdünk, megyünk, akkor igenis ott van a siker, és nekünk is van egyfajta elhívásunk, mert igenis lehet. Na de nőként ugye sokan említjük, hogy több nehézséggel állunk szemben. Piszkosul fiatal vagy ahhoz, hogy mennyi minden történt veled, és csak így megjegyzed, hogy amúgy itt is tanítok, meg amúgy ott is van egy iskola. Na de mennyire van időd a magánéletre? Erre természetesen csak akkor válaszolj, hogyha szeretnél. Mennyire fér bele a szerelem, mennyire foglalkoztat a gyermekvállalás kérdése?
onnan indítanám ezt a választ, hogy én együtt érzek minden nővel, aki küzd azzal, hogy hogyan teremtse meg a balanszt a munkája, a hivatása és a család, vagy a szerelem, vagy a párkapcsolat között. Szerintem ez a mai napig egy borzasztó nehéz dolog. Én nem a férfiakat okolom ezért egyáltalán, de valahogy olyan társadalmat teremtettünk a magunk számára jelenleg, ahol nagyon nehéz megtalálni ezt a balanszt. És kifejezetten összezavaró ez mondjuk fiatal lányoknak. És tudom, hogy én is keresztül mentem többfajta fázison, onnantól kezdve, hogy nekem aztán sosem lesz gyerekem, én a Nílusparton fogok egyedül a macskámmal élni, odáig, hogy már pedig én csak otthon ülő háziasszony akarok lenni, és én nem akarok dolgozni, mert az... Tehát, hogy az ember maga is szerintem különböző végletek között ingázik, és nagyon nehéz megtalálni azt, hogy én hol vagyok ezen a csúszkán, és hogy én nekem hol van a helyem. Én nem mondom, hogy tudom a választ. Azt tudom, és úgy próbálom az életemet szervezni, hogy az élet folyamatosan adja ezeket a jeleket, mint ahogy te is mondtad ezt a könyvet, vagy ahogy én is látom ezeket az apró jeleket, hogy egyszerűen nekem ott van a helyem, és hogy amit csinálok, annak az egy jó, tehát hogy az tényleg ott vagyok, ahol lennem kell, és ebben nincs kétségem. Tudom, hogy amit csinálok, oda el kellett jutnom, és hogy én nem tudom, hogy ki, meg hogyan, meg milyen csillagok, meg mit tudom én, de hogy valaki, az biztos, hogy ez meg volt írva az én élettörténetem, hogy nekem most ott Kairóban kell lennem. Ha ezt a párkapcsolaton kibírja, akkor az a párkapcsolat az volt, ami egyébként meg volt írva. Ha nem bírja ki a párkapcsolatom, akkor valószínűleg nem az volt az én utam. Tehát ez egy nagyon kegyetlennek tűnő kijelentés, de valahogy én úgy érzem, hogy a párkapcsolatom a párkapcsolatomnak kell illeszkednie ahhoz, ami én vagyok, és nem nekem a párkapcsolatomhoz. Ez nagyon rosszul hangzik, tudom, de valahogy mégis ezt érzem. De egy nagy kutatás, és ennek is meg lesz az eredménye. Igen, így van. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és további sok sikert neked. Köszönöm szépen. A kedves televíziónézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Fókuszban című magazinműsorunkat látták itt a TV Szentendrén Pabesic Virággal. Viszontlátásra! We'll be right back.